Nagyon sokan élvezik az őszutó hatásait a hajdúszoboszlói fürdőben. A vendégek többsége nyugdíjas, akik az egészségügyi ellátásokat is igénybe veszik. Már 60 éve járok ide erre a strandra, 14 éve járok ide kezelésre, úgyhogy ez minden évben így van. Hát ilyenkor októberben még nem igazán voltam kezelésen, de nagyon jó időt fogtam ki, úgyhogy hihetetlenül jó. Az október 23-ai nemzeti ünnepet követő két munkanapra többen is szabadságot vettek ki, így akár 5 napos itt tartózkodást is tervezhettek a családok. Szeretjük azt, hogy összekapcsolatban, vagy össze van kapcsolva a fürdővel. Ez eleve több szempontból kedvezőbb a vendégeknek. Jó a vendéglátás, jók az ételek, kellemes a személyzet. Szeretjük ezt a szállodát. A vendégek nem csak belföldről érkeznek, hanem a környező országokból is. Bár a szálláshelyek nagyjából 70%-át magyarok veszik igénybe. Az isteni dolog, hogy süt a nap. Ez nagyon remek, és tavaly is ilyen jó hosszú őszünk volt, tudom, emlékszem rá, és akkor is nagyon jól éreztük magunkat, mint ahogy most is. Hajdúszoboszló Európa legnagyobb fürdőkomplexumaként nyáron több 10 000-100 000 vendéget fogad. Őszre ugyan csökken a turisták száma, de a város és fürdője 4 évszakos programokat kínál. Mi először vagyunk Hajdúszoboszlón, mostantól van egy ilyen üdülési jogunk majd 2-2 hét, és akkor fogunk jönni minden évbe 2-2 hetet. Úgyhogy csak jót tudok mondani, megmondom őszintén, mert másra számítottam. Több gyógyfürdőbe voltam már, de mind a víz, mind a kezeléseknek ez a szervezettsége, az, hogy mindenki udvarias, és ami számomra nagyon meglepő, hogy nem tudok olyan sarkon elmenni, hogy ha valamit nem tudok, valaki ne segítenek. A szálloda, mint minden évben, idén is felkészülten várja az utószezon vendégeit Minden Szentek hétvégéjén is. Szállodai saját programjaink is lesznek, gyermekanimációk, szauna programok, valamint a közvetlen összeköttetésben lévő fürdőszolgáltatásokat is biztosítunk vendégeinknek. A fürdőre épülő vendéglátás fontos eleme az is, hogy a szálloda konyháján jellemzően helyi vagy környékbeli alapanyagokból szezonális zöldségek, gyümölcsök felhasználásával készítik az ételeket.